Ezek a gödrök, mint óriási sebek tátongnak a 40 éve működő székesfehérvári téglagyár közelében. Az innen kitermelt 3,5 millió köbméter agyagból egy városnyi családi ház építéséhez elegendő tégla készült el. Ki merné azt állítani, hogy erre nincs szükség? Senki. De mi legyen a sebekkel? Szinte észrevétlenül gyógyulnak. Ma már nyoma sincs az egykori agyagbányának itt a legelőn, ahol a birkák vidáman, de mégis kimérten vonulnak. És itt, ahol a mangalicák önfeledten túrják a földet, és ahol a csacsik békében élnek, az akácosban. Körülbelül 4 hektáros az a terület, amelyet már rekultiváltunk. Körülbelül 12 évvel ezelőtt kezdtük meg ezeknek a telepítését. Tavaly gyümölcsfákat ültettünk az újabban feltöltött területre. Saját magunk által kidolgozott technológia szerint készítünk fedőréteget a szennyvíztelepeknek a szikkasztott szennyvízi szapjából és a saját téglagyártásra alkalmatlan meddőből. Ez a meddő se nem agyag, se nem homok, a kettőnek az átmenete, téglagyártásra nem jó, de falazó homoknak sem jó, és a kettő keverékéből nagyon jó táperejű fedőréteget tudunk készíteni. A termőföld körülbelül 1 méter vastag, s hogy mi van alatta? Olcsó hulladéklerakó. Egy ilyen inert hulladéklerakónak alapvetően az az előnye, hogy az ide behozott nem veszélyes hulladékok, építési bontási törmelékek nem terhelik fölöslegesen a kommunális hulladéklerakóknak a kapacitását. Egy ilyen kommunális hulladéklerakónak a készítése az több milliárd forintba kerül, és itt jóval kisebb költséggel tudjuk ezeket a hulladékokat elhelyezni, mint egy kommunális hulladéklerakónál. A rekultiváció több 10 évre megoldhatja Fehérvárnak és környékének a hulladék elhelyezését, mentesítve a kommunális hulladéklerakókat. Meg kellett teremteni az uniós elírásoknak megfelelő műszaki és tárgyi feltételeket. Gondolok itt az egész területet, a 20 hektárt be kellett kerítenünk, hiteles hídmérleget építeni, laboratórium építése van folyamatban azért, hogy a beérkező anyagokat ne csak szemrevételezéssel, hanem egyébként is meg tudjuk vizsgálni. A gödrök fölé épült házak, ólak ökoanyagból készültek. Újra visszatértünk a régi ősi építőanyaghoz, a vályokhoz. Rendkívül nagy méretpontossággal tudjuk őket gyártani, és miután égetett téglával kombináljuk, égetett tégla vázba helyezzük el, így az a rossz tulajdonsága a vályognak, ami a vízérzékenységét jelenti, az ezáltal megszűnik. Rendkívül jó a páraszabályzó szerepe, megszűri a napból érkező, világűrből érkező különböző káros sugarakat, rendkívül jó a hőtároló képessége, és ezáltal a hőtároló képesség mellett még a hőszigetelése is jobb. A válaszfal csak feleslegessé vált anyagokból áll. Egy uniós kutatásfejlesztési programban vett részt a Fehérvári Téglaipari Kft., amelyben rajtunk kívül a Bécsi Műszaki Egyetem, német főiskola, német és osztrák cégek vettek részt. A programnak az volt a célja, hogy hogyan lehet építőanyagot, szigetelőanyagot, hangszigetelőanyagot gyártani újra növényi nyersanyagokból. Ez egy préselt szalma kemény papír között, ami természetes anyaggal van impregnálva. Rendkívül kicsi a térfogati tömeg, ezáltal jó a hőszigetelő, hangszigetelő képessége. Ilyen újranövő növényi nyersanyag például a szalma, a len és a lennek a szára, a lennek a magja, a kukoricának a magja. A kezemben tartok egy kukoricacsipsből készített szigetelőlemezt. A Bécsi Műszaki Egyetem azt vizsgálta és azt dolgozta ki, hogy hogyan lehet ezt tűzállóvá tenni és hogyan lehet féregállóvá tenni. Az köztudott egyébként, hogy egy anyag minél könnyebb, minél kisebb a térfogati tömege, annál jobb a hőszigetelő képessége. Ezeket a belső építészeti anyagokat Németországban már gyártják. Jó esély van arra, hogy meg is veszik, mert jóval olcsóbbak, mint a hagyományos építőanyagok.